Meghívott rendőrségi alosztályok és a helyi állomány tartott bemutatót Rákosmentén a 17. kerületi rendőrkapitányságon április 12-én. Az évente két alkalommal megrendezett nyílt napra ezúttal is a helyi általános iskolák tanulóit várták. A már hagyománynak számító programra, melynek az a fő célja, hogy megismertesse a gyermekekkel a rendőri munka mozzanatait, csak nem 170 diák érkezett. Rátarti a rendőrló hátára is felülhettek a gyerekek a rendőrségi nyílt napon, ahol összesen 8 állomást állítottak fel a szervezők az iskolások számára. A készenléti rendőrség lovas és kutyás alosztályainak munkatársai mellett a Rákosmenti mezei őrszolgálat mezőőrei és a kerületi kapitányság állománya várta a diákokat bűnügyi technikai standdal, nyomrögzítéssel, a járőrautók, az előállító helyiség és a fegyverszoba bemutatásával, valamint közlekedésbiztonsági gyakorlattal és drogprevenciós előadással is. Az eseményen megjelenteket a kapitányság vezetője Keller Éva rendőr alezredes köszöntötte. Több állomáson fogunk nektek előadásokat tartani, bűnügyi technikai bemutató lesz, várjuk a lovas rendőröket, ami gondolom mindenkinek majd nagy élményt jelent, lesznek kutyás kollégák, megmutatjuk nektek az előállító egységet, a fogdánkat, illetve a fegyverszobát. A két kolléganő tart nektek előadást ezekben a témákban, és nagyon-nagyon reméljük, hogy jól fogjátok magatokat érezni a mai napon, és egy kicsit másképp fogtok tekinteni a rendőrökre, mert a rendőr az nem ellenség nyilvánvalóan, hanem barát, kivéve egy esetben, amikor valaki olyat követel, amit nem kellene. Ez Marabutól, ez egy műszálas ecset, ami érdekesség, az egy mágnes ecset, majd annak látjátok majd a működését is. Farkas Sándor rendőrőr nagyobb bűnügyek helyszínein található nyomok vizsgálatáról beszélt az iskolásoknak, bemutatta a nyomok láthatóvá tételét és a helyszíneléshez, nyomrögzítéshez használatos eszközöket is. A gyerekek a bűnügyi helyszíneléssel kapcsolatos kérdéseikre is választ kaptak. Hasonlóan népszerű volt László Sarolta rendőrhadnagy jármű bemutató állomása is. A diákok beülhettek a rendőrautóba, megismerhették annak felszereltségét, és azt is megtudhatták, hogy milyen gépkocsikat használnak a különböző rendvédelmi helyzetekben, változó terepeken. Farkas Brigitta rendőrszázados az esemény egyik főszervezője elmondta, a program célja nem csak a munkájuk megismertetése, hanem a gyerekek érdeklődésének felkeltése a rendőri szakmák iránt. Nagyon szeretnénk azt is elérni, hogy érdeklődjenek a szakmánk iránt a gyerekek, mert nem ismerik, tehát nem egy olyan szakma, amit propagálni tudunk nagyon, és ilyenkor el tudjuk érni azokat a diákokat, akik még pályaválasztás előtt vannak, és el is szoktuk nekik mondani, mint például most a lovasok is elmondták, hogy kerülhetnek oda, milyen iskolát kell elvégezni. Egyébként évközben szoktunk toborzórákat is tartani, tehát mindenféleképpen szeretnénk a fiatalokat csábítani arra, hogy rendőrök legyenek. A mezei őrszolgálatok tevékenysége nem kizárólag vidéken lehet fontos, hanem Budapest zöldövezeti részein is. Különös tekintettel igaz ez Rákosmentére és környékére, hiszen a fővárosi kerületek közül itt található a legnagyobb kiterjedésű természeti környezet és a legjelentősebb vadállomány is. Bátovszky Gábor mezőőr elmondta, nyílt napi részvételüknek az a célja, hogy megismertesse a gyerekekkel a környék zöldövezeteit és a bennük rejlő értékeket. Ha tudják, hogy mi a feladatunk, akkor esetleg a következő generációt, majd az ő gyerekeiket annak megfelelően tudják nevelni, hogyan viselkedjünk az erdőkben, hogyan viselkedjünk az állatokkal, és igenis menjünk el kirándulni, de ha elmentünk kirándulni, ne szemeteljünk, ne hagyjunk magunk után szemetet az erdőbe. Az ott található állatokat fedezzük fel, nézzük meg, de ne piszkáljuk őket. Az ott található virágokat, növényeket ne tépkedjük le, fotózzuk le, de nem kell hazavinni. Kifejezetten, hogyha a természetvédelmi területen járkálnak, és hogy kicsit kerüljenek vissza újból az erdőbe, kerüljenek ki újból a zöldbe, a szabadba a gyerekek, mert sajnos most nagyon el vannak szokva ettől. A diákok a kapitányság fegyverszobájába és előállító helyiségébe is bemehettek, így megtapasztalhatták a kerületi rendőrség állományának mindennapjait. Sikere volt Németh Katalin rendőrhadnagy közlekedésbiztonsági állomásának is, ahol egy rollerpályán az iskolások a gyakorlatban is bemutathatták, mennyit tudnak a biztonságos közlekedésről, de a fogdát bemutató állomás is sokuknak felkeltette az érdeklődését. Nekem a közlekedési állomás tetszett a legjobban, rollerezni lehetett, tesztet lehetett kitölteni, és a fogdára vagyok még kíváncsi, mert még nem voltam ilyen helyen.
A nyílt nap két különleges programja ezúttal a BRFK készenléti rendőrség kutyás és lovas alosztályainak jelenléte volt, amelynek során a tanulók beszélgethettek az állatokkal nap mint nap együtt dolgozó rendőrökkel. Az iskolások a Rátarti és Utász nevű rendőrlovakkal is találkozhattak, a rendőrkutyák munkáját pedig Schuster Ferenc alezredes jóvoltából ismerhették meg. A 17. kerületi rendőrkapitányság nyílt napjáról bővebb összefoglalót az április 20-ai Álláspont című műsorunkban láthatnak.